Magyarországi Szegény Krisztina, Öregény Séga Nászka, igaz történet alapján. A filmet írta és rendezte a Széle. Elérkezett el végre vállalatba a Narda. Az úr 2011 esztendejének talán a legtöbb május magának 20. napját indulva. Emlékezetes nap ez a mai, félkezdetek. Életünket eddigi szavaztak az arra, és boldog házasztársaként egy új fejezet kezdődik. Ó Istenem, csak hogy kapadod a kérdésnek, szerintem a gondolatok, hihetetlen elégedettség és mérhetetlen boldogság töltötte a szívemet és lelkemet, csak a puszta gondolatától is annak a tényleg, hogy innentől már hivatalosan és együttműködő partomán az életünk útján az imádat szerelemmel. Ez a tény oly erőt ad, hogy úgy érzem, nem létezik a halálja világban, melyet közösen, kéz a kézben lenegyőzni az Istenség. Közben nem tudom szóltatok. Ó, az idő, hogy belegazni? Kicsit eljárázok, s többé a nap különböző dolgok ennek érdekelődik. Úgy kagolom a bennem az érzések. Boldog vagyok, de igazán csak most eszkedtem el. Mi is történt az életem elhagyomékeit? Visszaemlékszem gyermekkora boldog perceire, így felvetődként, hogy mi gyorsan is.
másodpercek óráknak tűnnek. Itt ülök a kastély íróasztalánál, és várom, hogy végre megérkezzen álmai férfi, életes szerelmem, és megtörténjen az, amire egész életemben vártam, hogy azt megtehessem. Ő az enyémhez, s én az övé, Isten s ember. Olyannyira vártam, hogy az nálam. Ekkor hangokat hallok, oda sétálok a kastély ablakához, kinézek, és megmutatok, csak most kezdődik el. Folytatnám még, de ez már egy másik történet. Jó, akkor itt van a vége.